Hiába a remek hajrá, kikapott hazai pályán a vadmacskák. Gábor Erzsébet csapata vasárnap délután hazai környezetben fogadta a mérkőzés előtt még a tabella utolsó előtti helyen álló Peac gárdáját. A pécsi csapatban ezúttal több olyan játékos is szerepelt, aki tagja a Baranya megyei klub NB1 A csoportos együttesének. A megerősített Peac végül 79-85-re nyerte meg a találkozót. Akár csak a Rado Basket elleni mérkőzés, ha mostani összecsapás sem indult könnyen a kanizsaiaknak, hiszen az első negyedet 5 ponttal nyerték a vendégek, a félidőre pedig 14 pontos pécsi előnyel vonultak a csapatok. A vadmacskák dolgát az sem könnyítette meg, hogy a második negyed végén megsérült Fújsz Viktória, aki nem is tudta folytatni a találkozót. A Peac gárdájában ezúttal szerepelt a már a szerb felnőtt válogatott összetartására is meg Hívott, Popovics Milica, valamint a legfelsőbb osztályban már többször szerepet kapó Szücs Luca és Hegedűs Rebeka is. A második fél időben egy jó védekezéssel, akarattal megközelítettük, ha jól emlékszem, két pontra őket, de itt a végjátékban... A negyedik negyedben, amikor megint lehetett volna három pont volt a különbség, akkor megint óriási hibákat követtünk el, vagy eljátszott, eladtuk a labdát, vagy visszajátszottuk, amikor belőle egyegyezni kellett volna, kosarat dobni. Tehát ugye fiatalok vagyunk junior korú játékosok. A vereség ellenére a mérkőzés a legeredményesebb játékosát a hazai gárda adta. Ba Dominika teljesítménye is a második fél időre javult fel, a tehetséges kanizsai bedobó végül 41 pontig jutott. Az első negyedben a játék minden elemében alul maradtunk, de a második fél időben a védekezésünkkel fel tudtunk zárkozni, de a végjátékban ők sokkal jobban tudtak koncentrálni, így sajnos nem tudtunk nyerni. Mint azt megtudtuk, hallottuk, Fújsz Viktória sérülése komoly. A kanizsai csapat irányítójának elszakadt az Achilles Ina, így több hónapos kihagyás vár a piros csoport legfoglalkoztatottabb játékosára. A következő mérkőzését idegenben játsza a vadmacskák, Gábor Erzsébet csapata vasárnap az atomerőmű ellenlép parketre.